jobb oldali képen az egy korai juharnak a törzse látható, erősen be van taposodva, szintén a ugye kezeletlen vágások, nagy felületű vágások, úgyhogy előbb-utóbb megjelent a tapó. Kidőlni ez a fasán fog, mert nagyon nagy az átmérője a törzsének, de lassú alához előbb-utóbb utóbb. Na, ezek kicsit följebb vannak. Ezek szintén azt mondom, hogy korai juharok. Jobb oldali kép, az egy ritka jelenség, mert itt tudókezelést végeztek, és egész alapban meg is maradt a fa. A másik az valószínűleg vágandó, mert annyira benne van a tengelyben ez a korhozás, hogy ott szerintem problémák lehetnek. Itt szintén van egy odúkezelés, ami működik, ott meg ki van kopva az odú. Úgyhogy ott is újabb diagnosztikát kellene végezni. Na itt a fapótlás, Gyulai Pál utca, nem bocsánat. A templomban szemben. Igen, templomban van. Petőfi Sándor utca. Fapótlás, kisleveli hárs. Szerintem a képek önmagukért beszélnek. Igazából mind a két fa cserélendő. Van egy diófa, aminek 75%-a halott. Akkor a falu büszkesége a Petőfi sétány. Tölgyekkel. Jó állapotban, nagy térállásban. És ugye itt is egy érdekes dolog. Fasebb kezelés. Tökéletesen forradt sebek, nincsen visszakorhadva. Itt az egész fasor az egy jó állapotban van. A jobb oldali kép. A jobb oldali kép az egy ezüst juhar, ami mindenképpen vágandó lesz. Itt a kis híd felé esik a és Petőfi Sándor utca felé. Ki csinálta ezt a falat? Ez jól csinálta. A Jogos Sándor csinálta, meg a japán munkácsot is. Amiről nekem most jól szélem, de most nem tudom visszakérdezni. Tehát a Móricz köz. Ez nagyon van partban végig. Itt, hát ez itt a futballpálya alatti terület, itt lehetne némi rendet tenni. Abba a jobb oldali kép zöld juhar, tősarja gyakorlatilag. Ez akkor történik meg, hogyha bemarad a tuskó, itt a Szalonka utcában is, ott már számolhatunk egy ilyen 2-3 méteres növekményi hamarosan. Nagy felületre, vagy gyomírtani kell folyamatosan, vagy kituskózni. A sportpálya melletti fasor, vadgesztenyék. Igazából túl sok kiemelendő nem nagyon van. Itt a jobb oldali kép, az egy kislevelű hárs, ezt azért fényképeztem, hogy csak rossz volt a fény, mert az ág teljesen rá van támaszkodó a villanyoszlopra, ezt tudom ki kéne venni. A másik oldalon pedig ott egy csomó. Rajta van a villanyoszlop tetején, igen, itt nem nagyon látszik térben, de egymást támasztják gyakorlatilag. Úgyhogy az ott egy ilyen vágó dolog. A másik oldal pedig, hát egy rossz koronaformájú vadgesztenye, amikor egy csomóban ágaznak el ott a fő vázágak. Ugye ilyenkor a széltörés az eléggé esélyes, itt meg is történt. Levették a letört ágat, de sebkezelés itt se történt. Még az a másik gond, itt meg fog állni a csapadék abban a kis katlanban, úgyhogy ezek is felügyelni. Ilyen nagy olajfestékes beszélést az segít? Hát én fagélet szoktunk javasolni. Ára. Ára. BSZ-os valami, nem? Igen. Ára. Olcsó megoldásoktól sem olajfestés. Azt mondja, hogy külön téma lesz most egyébként, csak nézzük. Hát igen, de egy légmentes lezárásra, ezekben a fagra biztos. Na, itt van egy vágandó fa, ez a futballpálya nyugati kapu, fölötti sarok, az önkormányzat felé eső sarokban. Ez egy hegyi juhar, ami teljesen ki van korhadva. Ez vágandó. A másik képet csak azért raktam be, mert ugye itt
helyi adottságok az, hogy rátették a kerítést a kislevelű házakra, az épület is közel van, úgyhogy itt golyozási munkálatok mindig lesznek, de mást közében nem lehet tenni. Hát ilyenek az adottságok. Ez még ugyanaz a fa, ami vágandó, ebben már írtunk elvileg papírt. És akkor Szent Imre Herceg utca. Három részre tagolnám a területet, az első rész a Petőfi Sándor utcáig, odáig kritikusak az állapotok. Utána a Paplak előtt szintén vadgesztény sor, ami jó állapotban van, majd pedig kiselelő hárs van a patak parton a Paplaktól a kis hídig. Itt a bevezetőben egy szerintem magánkezdeményezésbe ültetett nyírfasorta van. Hát elég rossz beültetés, mert 60-80 centire járt a útszegélytől. A nyírfa úgy nem nagyon fér el, főleg úgy, hogy még villanyvezeték is van fölötte. Illetve itt kettő vagy három fa már ki is tört. Most, hogyha magánkezdeményezés volt, akkor el is kellene neki távolítani. Vagy pedig nem tudom, hogy innentől közterület, vagy tehát mi az erősebb kártya. Túl vagyunk ezen. Igen. Na, vadgesztenye sor. Itt szintén hasonlóak a dolgok. Nagy felületű vágások, kezeletlen sebek, erős visszakapadások. Kurhabos kezelés történt. Ezt már vagy a harkály, vagy a UV ette ki, szintén felül kéne vizsgálni, ki kéne pucolni és újra tömíteni. Ott a gyökérnyak megvégeztek egy betonos tömítést, és akkor itt pedig szintén kezeletlen vágás, az eredmény az önmagáért beszél. Ez a kislevelű hársak a patak parton, itt hát ez a fasor. Megvédeni. Jó, hogy ott van, de mégsem olyan jó, ugyanis a patakmederben ott felnőtt egy olyan erős vadgesztény és akácos állomány, ami gyakorlatilag fölé van, még zöldivar is van benne, fölé van magasodva ennek a hársfasornak a koronája fölé, teljesen torz koronaformák vannak. Hát elég nehéz bármit is mondani, igazából ott látszik, egy csomóval elágaznak az ágak, hajlott koronák, féloldalas koronák. Az egésznek az oka az a patakmederben felnőtt magas fák, ugye teljesen ráárnyékolnak, úgyhogy jó az a beültetés, de nehéz ezt helyrehozni egy ilyen alapnak. Végül is értünk. És akkor így nagyjából összefoglalnám, amiket én sürgősnek tartok. Vannak sürgős fakivágások, azokat megjelölünk. Régi vodókezeléseket felül kellene vizsgálni, ezeket ki kellene bontani nagyon sokat, újra tömíteni. Vannak olyan új odvak, amelyeket szintén kezelni kellene. Ezután a kardinális kérdés a vadgesztény növényvédelme. Erre ugye két megoldás létezik, egyrészt a permetezés, ami mivel három nemzedékes a növény, elég problémás, fontos az időzítés. A másik megoldás az endoterápiás kezelés, amire tavaly volt egy hősbemutató itt a parton a Pirka Arnabásnak a részvételével. Arról viszont most az van, hogy a Vivid 2-t azt visszamondták már. Igen. Igen, egy évvel ezelőtt, és nyárig kellett eladni azokat a készleteket, úgyhogy nem tudom, hogy lesz-e új termék helyette, mert az abomerti hatóanyag az működik továbbra is. Tehát egy ilyen lobby kérdés, és miért mondták vissza a forgalmi engedélyt? Hogy? Ezzel kapcsolatban vannak nekem. Nem van új információnak, hogy kaptál a Gábor. Nem csak. Jó, és akkor a másik dolog a pótlások.
pótlások tekintetében van egy helyi rendelet, amely úgy szól, hogy előnevelt faiskolai facsemete. Ez egy elég tág fogalom, mert hát kinek mi az előnevelt, mivel nincs meghatározva a méret, csak így előnevelt faiskolai facsemeteként, ezért a büntetéseknél elég horribilis darabszámok jönnek ki, ehelyett meg kell határozni a ráadásot. Igen. Meg kell határozni olyan nagyobb méreteket, aminek lenne értelme, ahelyett, hogy beültetünk ilyen húságokat. Aztán még egy dolog, hogyha a fasorban pótlás történik, akkor a tuskózásokat is el kell megjegyezni, mert hogyha nem jegyezzük el, akkor arrébb tolódik az egész. Térállások csökkennek, és ugye eleve bekül egy öregebb fa koronája a legfiatalabb, nehezebben fog megeredni, torz lesz a koronája a fényhiány miatt, úgyhogy e tekintetben is kellene megoldást találni. És akkor ráadásként ezeket hétfőn fotóztam, ezek a tavaly erőltetett kőrisfák a Dunaparton, ahol szintén zöld felületkezelést végeztek a kollégák, kicsit intenzívebb, gyakorlatilag négyig elszámoltam, vagy ötig utalamba hagytam. Egész szörnyalatotok egy éve lettek elültetve, egy növére van sebkezelve, mert gondolom a tulajdonos idézőjelben az érzékelt, hogy ez így nem lesz teljesen oké, úgyhogy erre is kell valami megoldást végezni, és akkor itt ez pedig a Szalonka utcaihoz hasonló eset, ami majd várható, hogyha nem előzzük meg. A levágott zöld juharok ki kell tuskózni. Az egyik a Petőfi Sándor utca, a másik a Dunapart, de ebből többet is találunk. Ezek nagyon rendezetten állapotot mutatnak. Az ebből ki kell levágni ezeket többől. Úgyhogy hirtelen ennyit akartam elmondani. Van valami kérdés, meg akarok válaszolni fel a Laci bácsinak itt. Nagyon szóval megköszönjük. Nagyon szomorú látvány, nem? Tehát az, hogy mivel az, hogy van a fájt, és a nagy része tényleg hibás. De azért hibás, hogyha azért hibás, mert teljesen hanyagul volt. Tehát, ha várni tudok, akkor kérni is tudok. Tehát nem igazából az egész. Laci parancsolás, hát én ezügyben tettem lépéseket, akkor pörgetném és elmondanám az egészet. Tehát nagyon szép munkát végzett a Tamás, nagyon hasznos munkát. Ezt kiegészíti, akik szintén nagyon hasznos munkát csináltak. A cserkészeket én megkerestem, a Kószáknak a legidősebb korosztályos gyerek. Felmérték pontosan, hogy közterületen melyik utcában hány darab, milyen törzsák még törzskörméretű vadgesztenye található. De én korábban jeleztem azt, hogy mentsük meg a vadgesztenyéket, láttam, hogy itt milyen állatlan állapotok vannak, és tehát ez által sikerült egy kicsit az András segítségével, hogy koordinált itt bennünket, fókuszba tenni a olyan falu fasorra. És úgy gondolom, hogy először is le kéne rakni az elvi alapokat. Elvi alapok alatt értem azt, hogy a jövőben tervezve legyen költségvetése a fasorok fenntartásának. Én ezért fájlalom azt, hogy olyan rőkezűen, mikor lett ez a szemétdíj, hogy a lakosok rátett hárítva, és akkor lett az adókból csökkentve, tehát jó lett volna azért tartalékolni, akkor nem lennénk most ilyen dilemmában, mint hogy ezeket a fasorokat meg kell menteni. Mert ehhez pénzre lesz szükség. A pénz előteremtésének egyik módja, amit múltkor javasoltam, hogy meghirdetni vállalkozók, magánszemélyek fogadhassanak örökbe egy-egy fát. Annak tekintetében kértem be ajánlatokat, tehát a vadgesztenyékről beszélek most először, hogy milyen költségvonzata lesz, és a jövőben lehessen ezt tervezni. A másik pedig a felmérés alapján a
azt kell megvizsgáltatni, hogy melyik fa az, ami menthető, melyik az, ami kivágható. Mert egy fa kivágás pótlással együtt bizony itt ezeknek a fáknak 80-100 000 forinttal kell számolni, mert tuskózással együtt történik a fa kivágás, az, hogy csak lefűrészeljük tőle, az nem fa kivágás. Hiszen pont nagyon jól bemutatta, ebből adódik a pótlások mindig odébb kerülnek, és a pótlás a tuskó miatt nem kerülhet olyan helyre, ahol az ideális lenne a térállása, hanem már a másik fa be fogja árnyékolni, és nem fog fejlődni. A közterület fenntartóknak a fejébe is rendet kéne rakni ugye a daminozással, tehát amikor vágják a gyepet, de nagyon fontos lenne az, hogy a pótlásoknál, hiszen most tudtommal 120-valahány fa vagy mennyi van, amit pótolni kéne a jelenlegi kivágott fák, engedélyékű fa kivágásoknál. Tehát, de ezek ilyen 2 centi átmérőjű kis fácskák, tehát legalább azt mondom, hogy minimum 14-16-os fákat kellene ültetni, azok már gyakorlatilag ez a körméretre vonatkozik. Abban a stádiumban vannak, hogy mutatnak is, és egyben az eredési erényük is nagyon jó, mint tehát jól erednek ezek a fák. És meg kéne határozni azt, hogy hány centi kivágott fatörzs átmérőre vetítve, hány centinként kell egy ilyen fát pótolni. Tehát ebbe kell rendeletet hozni. Ez egy feltétel. Léptem itt az, hogy mivel kerülne a vadgesztenyék megmentése. 105-103 darab, amit összeszedtek közterületen a cserkészek, és az összegyűlt törzsátmérő őrvel kapcsolatban kértem egy ajánlatot, először darabfákra, de a bejött darabra adott ajánlatokat vetítettem a össztörzsátmérőre. 3 cég adott ajánlatot, a Profi Pázsit, a Partvédelem Kft. És a Növényvédő és Kártevő Írtó Kft. Injektálásra kértem ajánlatot, de egyik cégtől permetezésre is kaptam. A permetezések minden egyik legalább 3 évi permetezést jelent, és gyakorlatilag nem tudják megoldani ez a tapasztalat, 60-70%-nál nagyobb lomb tömeget nem tudnak lepermetezni. Tehát én azt mondom, és akkor ott nem lehet közlekedni, permeteznek egyéb, nem tudnak bánni mindenhova úgy a kocsikkal se, nem tartom a legjobbnak. Szerintem szakmailag az injektálás vezethet. Az injektálással kapcsolatban a Profi Partner, vagy a Profi Pázsit, amit adott, ott gyakorlatilag ők 25 centinként fúrják meg körbe a törzset, és 1600 forintos legolcsóbb ajánlat jött ki körül. Fúrásonként? Fúrásonként. De ennél van egy másik, őnek ilyen 1,2 millió körül jött volna ki az ajánlatuk. 100 darab fára egységesen adtak, tehát én 60-70 centi átlag törzs átmérőt kaptam meg. Itt egy 18.700 forint per darabos árat adott a Növényvédő és Kártevő Írtó Kft. Ez durván 1.900.000 forint plusz áfa lenne, és ők azok, akik permeteznének, tehát alkalmanként 200.000 forintért 100 fára vetítve, tehát 600.000 egy évben. De a legszimpatikusabb szerintem, és szakmailag, velük személyesen is már telefonon felhívtam őket, ez a Parkfa Védelem Kft. Ők gyakorlatilag 40 centinként fúrják csak meg a fát, és nagy nyomáson, saját maguk által fejlesztett vegyszert nyomnak be, és 24 hónapos garanciát vállalnak, tehát a 25 centihez viszonyítva, tehát a Profi Pázsit és 1,2 millió körül jött ki, ez akkor ilyen 700 000 forint körüli. Azt mondták, hogy sehova nem mentek még vissza, 4-5 éves védelmet jelent a tapasztalatuk alapján. 5000 forintért szállnak ki,
Tehát az ajánlatokat én átküldtem az Andrásnak, majd ő körbe küldi, és akkor lehet dönteni. Én szerintem messze menőkig ők a legjobbak, és hozzávetőlegesen azt mondja, 3 nap alatt végeznének, és szakmai tapasztalatunk alapján az újrakezelésnek 5 éven belül rendkívül kicsi a valószínűsége. Tehát ez egy nagyon pénztárcabarát megoldás is lenne számunkra, és azt mondták, hogy úgy is, hogy volt olyan fa, ami kezelve volt, és a mellette kezeletlen, a kezeletlen fáról csináltak ilyen kísérleteket, nem terjedt át a betegség a kezeltre 5 éven belül. Tehát ez magaslaton nem ütöm le. Úgyhogy, tehát nekem ők szimpatikusak, és valahol hol vannak itt a közelben, tehát azért mondták, hogy 5000 a kiszállás, és referenciájuk is Harsány, Siklós, Pécs, Solymár, Budapest, 19. Szentes, Paks, és 3D-s tomográfos vizsgálatokat is csinálnak, és a honlapjukon láttam, hogy komoly odvasfáknál megoldották a Tamás által elmondott módszerekkel, tehát a mentesítést. Tehát meg lehetne azt csinálni, hogy szerintem érdemes lenne őket, ha rájuk esik a választás, hogy jöjjenek el, ha már kapják ezt a megbízást, akkor nézzék meg a Tamás által felmért problémákat, és adjanak nekünk arra is egy kedvező ajánlatot, hogy ne kelljen feltétlen minden fát kivágni, amelyeknél pedig szükséges a beavatkozás, akkor legyen egy szakcég, amelyik ezt elvégzi. Tehát ez a lényeg, és ahhoz, hogy ehhez pénzt szerezzünk, ahhoz kellene egy önkormányzati határozat, hogy valamilyen egyesülete az önkormányzatnak, vagy milyen számlára lehetne befizetéseket, és lehet, hogy helyi vállalkozóknál vagy egyesületet támogat felajánlásként, és akkor duplán írhassa le az adójából, vagy beszámítani az adóba, már nem az adójából, hanem költségként duplán, de valahogy ösztönözni kéne itt az embereket, hogy teremtsünk valami pénzt, mert nem tudom, hogy van-e 1-2 millió most elfekvő, amiből ezt meg lehet oldani. Márpedig meg kell oldani. Igen, tartsuk. Mi a hatóanyag? Figyelj, összehoznak velük, én nem megyek ebben vele. És a másik fontos, oké, hogy nagyon sok vadgeszt egy magánterületre esik. Igen, hát pont ez a másik, ez jogos. A magánterületen lévőknél vagy akkor az, hogy ott a későbbiekben, vagy ha most nem fogja rá, de akkor 50%-ban elő kell teremteni a magánterületen lévő vadgesztenyét. Meg a magánterületet, meg a közterületet, mert egybe kéne az egészet leírtani, hogy ennek legyen tényleges hatása. Én azt szeretném mondani, hogy nem esett szó egy dologról, ami nagyon károsítja a fákat, és megelőzésképpen nagyon könnyen el lehetne őket távolítani. A borostyára gondolok. A Hedér, a Hélix nevű borostyánra, amit én figyeltem nagyon sok helyen, például a templommal szembeni diófa, 5 évvel ezelőtt még gyönyörű volt, teljesen be van nyomva, ilyen karvastag, ami fölfogott. Fönn a sarkon. Én most csak a borostyánra mondom. Ezt nagyon egyszerűen meg tudnám oldani, hogy a falugondok KFT-t, én már mondtam, 1-7 helyen elvágták. Ma az is segítene, ha alul elvágják, és akkor magától lesz lábad. És mi akarva meg kell a vágási felületet is? Mert letépni elég nehéz, mondjuk, hogyha nem olyan, ha már nagyon vastag, akkor nehéz letépni. Például az óvodában még a férjem dédnapjára ültetett fenyőfákból is már 2 tönkre ment, ilyen módszerrel, hogy évekig nem törődtek vele, fölfutott rá a borostyán. Most is van ott egy fenyőfa, amelyik már majdnem meghalt, megfojtja a borostyán, de azon már karvastagságú a fölfutott borostyán.
Tehát erről nem esett szó, és ezt nagyon egyszerűen meg lehetne oldani, megelőzésképpen, amikor még meg lehet menteni a fát, csak ki kéne adni a falugondok Kft-nek, hogy legyen a kedves a faluház kertjébe is, óvodakertbe is, meg biztos máshol is van. Ezt tényleg meg kéne kérni, mert ebben nagyon sok fát megmenthetnénk. Tehát megelőzhetnénk, hogy megfolytja és tönkre megy. Hát ez nagyon fontos, és erről nem hallottunk szót, és csak ezért bátorkodtam laikusként hozzászólni. A magánterületen levő fáknak egy szép példája a szerencsejáték eltér. Hát igen, én erről írtam. Na most de nagyon kíváncsi lennék, hogy erről mi a vélemény. Ugye Római Fürdőn is próbálkoztak ebben a stílusban kezelni a vadgesztélyfákat, csak hát ott az a baj, hogy laknak ott ilyen befolyásos emberek, akik ezt azonnal leállították. A római parta nem tudom, de itt ezt láttam. Akkor is, meg minden nap látom, mert a szomszédon a szerencsejáték RT. Szerintem barbár munka. És nincs kezelve a vágás. Egy vágás sem. Pedig van ott egy pár vágás. Van, akkor. De magánterület. És ugye most ajtáslalgatást kellene végezni. Az nem fog megtörténni, úgyhogy lesznek ott még gondok. Illetve egy fenyőnek miért kell kivenni a sudarát, nem értem. Én nem tudom, most ők kellene megkérdezni. Két okot vélek mögötte, az egyik, hogy el lehet adni a hulladékot valami adikártének, a másik meg az, hogy pár évig akkor ott nincs, nem esik rá a terepjáróra egy Nyilván a gajazást azért csinálták, hogy ne legyenek ágtörések. Tehát ha ősfás terkünk van, akkor tudomásul kell venni, hogy ott előbb-utóbb valami leesett. Tehát így megelőzti, garantáltan nem lesz ágtörés, de normális fák sem lesz ugye, jó sok ideig. Egy kicsit abszurdnak érzem azt, hogy de valaki kivág egy fát, akkor a önkormányzat elkaphatja a frankját. És hogyha csinálok ilyeneket belőle, akkor azt meg megtehetem. Szóval ez valahogy nem. Köszönöm szépen. Szerintem haladnunk kéne. Én azt kérem, ez a 7000 forint nem tűnt soknak. Ez előteremthető. Ezzel a céggel, akit most mondtál, én kérem, hogy a Tamás vegye fel a kapcsolatot. Én kicsit szkeptikus, hogy ebben nagyon ritka nyíltalában, de lehetnek ilyen megoldások. Bárha a Vivid kikerült a forgalomba, úgy sincs más megoldás. Rájuk kell hagyatkozni, esetleg megnézni valami referenciájukat, hogy tényleg működik-e ebben az ötél, és egy kicsit nagyon igaz lenne. Tehát ezt kicsit ellenőrizni kéne, megkérdezni a hatóanyagot, és ez ennyi bevállalható. Úgyis abban gondolkodunk, hogy ez a rengeteg fapótlás, ami lehetséges, az ugye ezen a lágyó területen azért nem kivitelezhető, hogy megváltatnánk a fakivágást, amit kivágtak, és ugye a fapótlást megváltatnánk termetezéssel vagy injektálással. Igen. Tehát magyarul, hogyha kivágott X fát, akkor mit tudom, megment X fát. És akkor esetleg ez a pénz, ez pótolható. És akkor ide kéne hívni őket. Tamás, én azt kérem, hogy nézzem meg azt, hogy te most ugye láttuk itt a sok rossz fát. Ennyi pénzünk biztos nincs. De meg kéne abszolút jelölni azokat, amiket tudni ki kell várni. Erről az Y-ról beszéltünk. És akkor elkezdeni azt, hogy melyik a legrosszabb állapotú odvasfa. És akkor ezekkel, ha ezek ugye profiknak ügyek, ha tudnak kérdezni, akkor megkérdezni tőlük, hogy végigmennénk, csak azokat a fákat megnézzük, és elkezdenénk, hogy egy 5-6-ot, akkor kibutvátlani tehát, és kibutvátlani. Többivel addig mi lesz ez rohadtó vágy? Most én nem tudok mit mondani, hát most lehet ezt mondani, de akkor ezt a mondani, akkor meg éhe hal a gyerek az oldalába. Hát most erre mit mondjam? Hát most én nem tudok erre mit mondani. Ez évek óta nem volt, ha elkezdődik és tudunk áldozni, és a legrosszabb, akkor elkezdjük. Ha nem lehet számítani, és az összes fát meg tudjuk csinálni. Ez biztos, hogy nem. A legrosszabbak a kezdőket, és akkor ezt tudunk csinálni lényeget napon. Az injektálás, az úgyis már mikor kell megcsinálni, már rosszabb, már kell megcsinálni.
április végén, május elején kell az injektálást csinálni, akkor addig a legyen meg az állam. Csak amíg én kérdeznék valamit, itt a futballpálya körül fölmerült, nem tudom kinek az ötlete volt, hogy most neki kéne átni a gesztenyesort harmadolni. Na, én is ezt mondtam, bár úgy, hogy már ugye kezdett ügyezni. Én nem tudom, hogy származik, hogy meg a túloldali juhar sort is, hogy azt is most főnösre le kell vágni, mert az most mind ki fog dőlni. Nyárfa. Vagy nyárfa. Hogy ez hangzott most el, ezt hallottam a hivatalban, nem tudom, hogy honnan származik, ugye már árajánlat is készült 24 fa harmadolására, és a között benne lennének a nyárfák is, meg az egész geszteni sor. Hogy ez feltérmezésség. Ezt örömmel hallom, én is így gondoltam. Lehetne azt, hogy erre csinálnátok egy ütemtervet, mert azt látod, hogy itt arra nem lesz lehetőség, hogy most itt a komplet költségvetésünket arra áldozzuk, hogy akkor rendben legyenek a fáink, és akkor mindent rendben tegyünk, mert akkor majd folytatódik, most egyelőre csak ezt a szakaszt néztet meg, tehát akkor még azért van közterületünk, tehát hogy tényleg, ami nagyon fontos, tehát ami életveszélyes, meg annyira már menthetetlen, akkor az legyen kivágva, de hogy erre valami ütemtervet kitalálni, hogy hogyan lehetne, vagy egy-egy sort fölfogni. Ez azért lenne jó, mert ezt mindenféleképpen kellene kommunikálnunk a lakosság felé, mert főleg azoknak fog ez fájni, akik egyébként szeretnek fát kivágni. Tehát azoknak fog fájni, hogy mi most itt elkezdünk rendet csinálni a faluba. Tehát ezt nagyon-nagyon komoly publikációt kéne ennek adni, hogy ezt lássák. Tehát erről tudjanak is. Tudják azt, hogy most ez a fasor lesz rendben rakva, vagy tudom én, jövőre tavasszal a másik, vagy nem tudom. Tehát erre ti tudjátok erre a megoldást, de hogy legyen erre egy ütemtervünk, hogy lenne akár egy 3-4 éves programunk arra, hogy mi mindennel tudnánk előrelépni. Mert akkor utána az ötödik évben meg úgyis az, hogy megint kezdődik azt, hogy injektálni kell, mert addigra pont leketeg a gyógytálása az injektálásnak. Jó, lehetne erről a szokni? Lehet, de ezt el kéne végezni a gyors fakivágásokat, azt 7-3 héten belül. Azt tudjuk, hogy melyik azok, mert most látnak egy sok fotót, erről az Y-alapról tudok, akkor meg kell mondani, hogy jelöljük meg azokat a tűzfákat. Jelöltem volna, csak olyat is hallottam, hogy túljelöltem ott a Kovács Kristófnál. Ja. Mondom, akkor nem, most a veszélyes fákról van szó, nem pedig akit nem akarja látni. Tehát jelöljük, tehát legyen meg egy lista, hol van a fa, melyiket kell feltétlenül kívánni. Mondhatok még egy? Igen, persze. Hogy itt a bárványfa kérdéssel kapcsolatban, ugye, nagyon sok helyen. Például a Zorvilla kőkerítése tőjébe is már ilyen bálványfák nőnek, hagyjuk. Józsi bácsi kigerjedjézi alatt a lombot, megint rábúlik a lomb, megint növekszik, ezeket azonnal ki kéne vágni, és tövestük ki kell szedni. Tehát nem kell semmi szakirány, ki kell szedni a franzolat. Értem, hogy mondjam, hogy bálványfánál, tehát én csináltam egyszerűen ilyen törzsát, mire le lett vágva, és lekenni az ember diankát ráönti, és nem kell tiskózni. Mert be fog vastagolni, szépen jön kerítés. De nem vastagszik, mert diankával... Nem veszik ki most ezeket. De azt mondom, ha levágod és egy kerítés tövében, tehát nagyon nehéz kiszedni, diankával lekened, az ott el fog pusztulni, ez nem fog kihajtani. Tehát erre elég sok példám van már. Tehát ezzel, hanem ami miatt akartam szólni, hogy fontos lenne, ismerve tapasztalatból tudom a reakciókat, a lakosságit, egy fához hozzányúlnak, akkor úgy forradalom van, hogy ne kelljen utólag rengeteg telefont kezelni, nagyon gyorsan, hol lesz fakivágás, menjen körbe egy körlevél, valamit, menjen ki a lakóknak, mert különben itt égni fognak a telefonok meg a panaszáradat, hogy indokolt és miért, hol, melyik fát fogják kivágni. Ez tűzifának alkalmas végül is. Minden. Jó. Na most akkor ezzel kapcsolatosan viszont nekem lenne egy olyan javaslatom, hogy az egyetlen olyan zárt területünk a falunak most az Orvilla,
a kertje, tehát a kertészeti része, hogy nekem az lenne a javaslatom, hogy belépünk, tehát ami kezelhető még fuvarral, egyebekkel, hogy ott csináljuk, ott legyenek mondjuk méterbe vágva, mert valahogy így lehet ezt a tűzifát, ott legyen letárolva, egyrészt meg tudjuk mutatni, hogy na nézzék emberek, itt van a tehát, mert hogy ebből milyen tűzifa lesz, szociális tűzifa. Hogy akkor ez legalább legyen ilyen módon is megmutatva, hogy nem az van, hogy szanaszét mindenhol őrizgetjük, mert úgyis az lesz, hogy az enyészetté válik, vagy pedig elkopjuk. Tehát hogy próbáljuk meg ilyen szempontból is rendet rakni, mert nyilván az Orvillából is, ami lejön, mert ott is azért még brutális mennyiségű fa lesz kivágva, vagy csak a kerítéstörébe lévő bálványfákat elkezdik kiaprítani. Van még valaki? Igen, András? Tehát akkor még most három dolognak kéne beindulnia. Mindenjön lesz az átlész. Egyrészt, hogy a gesztenyefát a megmentésére azért van szükség, mert ugye most még állnak, de elszállnak előbb-utóbb, ha idénem, akkor hogy mennyit van hátra egy gesztenyefára, hogyha lassan leépül. Tehát lassan meg kell kezdődni csinálni. A másik, ugye ki kéne vágni fákat, amiket kijelöltünk hibásakat, és a harmadrészt pedig, ez nem tudom, ez a harmadik, amit ugye a Johanna Berger is mondta, hogy vissza kéne vágni a gesztenyefát, de hogy ezt miért, nem tudom, tehát ezt mit, hát körbe kéne jelni egyrészt. Hát nem kell a Damás, azt mondja, hogy nem kell kérdezni, akkor nem. Most döntsük már, hogy ide lehet. Hát, szerintem nem. Én azt mondtam. Egy ember döntés végén. Hát legyen csak ne az legyen, hogy itt ők elkezdődik. Csak akkor beszéljük, hogy ők végrehajtják. Akkor abban állapodunk meg mi, hogy mi azt támogatjuk, hogy akkor most két dolog induljon el, felvetezésre, akkor azt legyék meg a injektálásos dolog, és a másik pedig a Tamás kijelöli a leginkább kivágandó fákat, és azokat kivágjuk. Illetve emellett megindul egy felmérés, hogy ezekkel a kipótlásokkal, meg a felmérésekkel, azt lehet, hogy nem idén kezdjük el össze. Nem, elkezdhetjük, tehát például az a fák, ami ott van a kirozott mellett, ugye vérmények az a tényleg fekete, pótolhatatlanban, azt például nyugodtan erre tenni, hogy az, ami már tényleg nagyon céljában rohadva, akkor csinálj meg belőle két-három darabot. És akkor majd megyünk tovább. De akkor is meg kellene mondani, hogy melyik az, ami a legsűrűsebb. Most ha nincs az embernek pénze az SZTK-ban, akkor azt csinálhatja meg előbb, ami a halálos és a leghamarabb meghalt tőle. Na, hogy a szemlőcsöt nem vezeti a kezdőben. Akkor egy jó kirolítás várjuk a Tamásról, hogy nehet tudom. Igen. És akkor ez a cég, aki ezt az ingyenteles csinálja, arra árajadott, arra három fára is, vagy ötre, amit idén el akarunk csináltatni a budván 15-ben. És a harmadik pedig ugye a rendelet, tehát hogy van egy csomó emberek, akik köteleztünk arra, azt lehet, hogy gyorsan átére gondolunk, hogy akkor ne ilyen kis vegyéket, hanem akkor konvertáljuk át egy-egy nagyobbra. Ez terve van véve, ebben nem volt még egy előre idő. Ez a következő lépés, hogy a farendeletet. Csak hogy annyira érdemes lenne annyira sietni, hogy még a tavaszi ültetésre, vagy pedig ha nem érdemes annyira sietni, akkor pedig is nem kell beszélni. Ha konvertálni akarjuk, akkor azt meg tudjuk oldani. Hajlan megoldás. Egy dolog, ami fontos lenne a Vidisi parkerdőtől, kérni ajánlottunk valakit közel, hogy a tuskózásra, tehát ha nekünk tudom, hogy van ilyen tuskók, is tudunk gépjük, hogy mennyire vállalnak ilyet, mert a pótlások akkor megfelelő helyre kerülnének. Tehát ami egyből a faluképen javítana, mert így, hogy bemaradnak a tuskók, ez egy nagy összetett. Hát, valami lesz, például ez az, mint a sarkon ki lesz vágva, ez nem szükséges pótolni. Tehát megnézzük meg, hogy hol lesz kivágva a fa, és akkor nézzük meg, hogy kötelezettségek, akkor azok olyan helyre legyenek ültetve. De abban maradtunk, hogy ezt a jelenlegi kötelezettségeket megpróbáljuk fa megmentésre átfordítani. Ez ugyanaz a fa. Ha injektálásra befizet, vagy pedig vállal egy fát, hogy kutbátlanít, csak lássuk, hogy miben kerül, és akkor tudjuk mondani az embernek, hogy öreg kíván, kéne ültetnek 50 fát, akkor nem 50 fát ültetnek, hanem azt a gesztenyefát, légy szíves, azon a céggel pucoltasd ki és hozzá ültetnek. Ugyanaz. Jó, ha ezzel kapcsolatosan nincs semmi, akkor nagyon-nagyon megköszönjük a munkát. Tényleg nagyon szép munka volt, Laci, neked is külön köszönjük, hogy a dologba léptél. Akkor ebben megegyeztünk, elfogadjuk ezt a beszámolót. Tehát a szába kerülő már holnapiban is lehet meresen, vagy nem? Hát, hogyha tudtok írni bele, akkor
Akkor persze. Hát az minden indul. Így van, hát akkor legyen. Akkor legyen. Legyen, hogyha. Igen. Azt szeretném megkérdezni, ugye, hogy akkor elfogadjátok el a Tamásnak, illetve a Lászlónak a beszámolóját. Hogyha mehetünk tovább, igen. A következő bőrögünkben sportosban elmondanak, a Lányfogó Lehetőség Önkormányzatának 2015 évi közbeszerzési tervének az elfogadása lenne a következő. Hát itt tulajdonképpen ez 2011 évi rendelet, kormányrendelet, igaz? Törvény, bocsánat, törvény, ami azt mondja ki, hogy hogy minden évben, az év elején, legkésőbb március 31-ig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az önkormányzatnak az adott évre tervezett közbeszerzésekről. Ezt a tervet az ajánlatkérőnek legalább 5 évig meg kell őriznie, és ez egy nyilvános kell, hogy legyen. Nem tudom, Júli, vagy tudom, hogy igen, hogy gyerekek. Csak egy mondat, igen. Egy közbeszerzés biztosan aktuális, ezt évközben is lehet egyébként módosítani, tehát egyet tudunk, hogy biztosan meg kell történnie, ez a hulladékkal kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítás lesz, és ha úgy dönt a testület, már a később pontban, hogy nem mondja be az önkormányzatra a közszolgáltatási szerződést, akkor ez egy tárgyalásos, olcsóbb közbeszerzési eljárás lesz a meglévő szolgáltatóval, amit már egyszer ugye megindítottunk, csak akkor ajánlattételi nap előtt közölte a közszolgáltató képviselő, nem fog ajánlatot. Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés? Nincs. Ha nincs, akkor szeretném megkérdezni, hogy javasoljuk-e a testületnek, hogy ezt a közbeszerzési tervet az első számú melléklet szerint fogadja el. Aki ezzel egyetért, kérdezhet. Köszönöm, egyhangú. Azt mondja, hogy most egy olyan napirendi pontot szeretnék gyorsan átfutni rajta, amit nem biztos, hogy föltétlen muszáj lenne érdemben tárgyalni, ugyanis nem tudunk, tehát nincs itt a Csékovács Gabriella, tehát senki nincs itt a képviseletében. Egyik van a kérdőről. Én azt javaslom, hogy ez is a lakácos úri csónakházzal kapcsolatos bérleti szerződéssel kapcsolatos. Én azt javaslom, hogy ezt javasolnám, hogy erről most ne tárgyaljuk. Aki ezzel egyetért, kérlek szépen. Köszönöm. Következő a 11-es napirendi pont, hulladékszállításokért egy közszolgáltatási szerződés módosításának aktuális helyzetére szeretném, hogyha beszámolna a polgármester. Vagy mindegy, nem tudom, melyik. Polgármester úr, kérjük. Tárgyaltunk ugye a eszternek a vezetőjével, nagyon komoly erőkkel érkeztek, minden vonatkozásban. Szkanderoztunk egy kis időt, annyit sikerült elérni, hogy ugye júliusról vállalták ki. Nagyon remélem, hogy ettől nem térnek már el, hiszen szóval szemben az eszternek a vezérigazgató, ő jobban van, tudom én, ilyen közúfaktumok. Hangfelvétel is készen várjuk, hogy egyébként elkészüljön. Tehát én gondolom, hogy ez tartható lesz. Az indoklás az volt, hogy ők máshogy értelmezik ezt a rendeletet, és nem tudnának eltérni, és az megkérdés érdekük őket, hogy mondjuk 3 vagy 4 hónapig folyamatosan kibegettek bennünket azzal, hogy ezt az átkérdést meg tudják csinálni. Jelenleg ez a helyzet. Ők nem akarják látjuk elveszteni, ezt kimondta a vezérigazgató, és hát ezt a ajánlatot tudják tenni. Mi mérlegeltük a dolgot, dönthet máshogy a bizottság és a testület is. Ha felmondjuk, ugye 6 hónap max a felmondási idő, lehet rövidebb is, akkor ki kell érni ugyanúgy a közbeszerzést, egy teljes közbeszerzést egy új szállítóra, de az indoklás az hát nagyon keménynek kell, hogy legyen. És hogy itt körbeszámoláztunk, kétséges a kimenetel. Lehet, hogy merünk, de be kell, hogy ismerjük, hogy az ő jogászaik azok erősebbek, mint amilyen, akik még meg tudnánk fizetni. Tehát
nem vagyunk egy külső csoport ezzel a céggel, ez egészen biztos. Sokkal előrébb nem lennénk, nagy eséllyel ismét ők pályáznának, talán nem lennénk sokkal előrébb. Az idő az ugyanúgy 2-3 hónap lenne, hogyha a közbeszélés kívül, mint így. Annyi lépést megtettünk, és hát ennek reméljük, hogy pozitív lesz az eredménye. A MEC-hez fordultunk, aki elbírálja azt, hogy például az eddigi szerződésükben vállalt díjuk az megfelel a törvényeknek. Egyébként is fölmerült a kétségeink, nem jött még már. És fordultunk a súgónk, aki a felügyelő bizottságban van az FK-mi a súgot, hogy kihez kell fordulni. A Fazekasnak a minisztériumához is fordultunk, és állásfoglalást kértünk arra nézve, hogy vajon kinek van igaza ebben a kérdésben. Mert erre egyértelmű választ a jogászok nem nagyon adtak, kivéve most az a jogászt, azt elhívtuk, aki a volt a kópéjüknek adott nekünk tanácsod a külső. Azt még most mondom, hogy a Gulyás úrnak föl lett mondva a szerződése. Ezt elfelejtettem mondani, hogy nincs szerződésünk a Gulyás úr. Sajnos 3 hónap felmondási időre, de... Ez a külső, ez kicsoda? A Lajos, aki ott egyszer, Szabó Lajos, hallottátok őt, ő is azt mondta, nem tanácsolta, Gyulával, meg a edzőasszony is ott volt, nem tanácsolta, hogy a felmondással éljünk. Ezt elhangzott ott. És hát magyarul egy kétséges terve belemenni, már pedig biztos, hogy kellett volna bele, nem biztos, hogy érdemes lett volna. Indokolt talán ugye, a közbeszerzésnek a módosítás abból a szempontból is, hogy a fél évtől a 60 literes kuka is kötelezővé válik, akkor már a közbeszerzési kijelentés 60-80-120-200 ember is az 1100-as kontinens, ez fog belekerülni, tehát itt most már akkor a lehetőség akkortól megvan. Hát hogy most a technikai megoldás, fél évig mi fogjuk beszedni, a csekkek elkészítéssel folyamatban van, megöntek rendelve számlával együtt, minek mi fogjuk behajtani. Tulajdonképpen a rendeletet módosítani nem kell, mert ugye abban szerepel, hogy annál rendben a lakosság fizeti. Hát most, hogy a lakosság nekünk fizeti, vagy a másiknak, hogy a rendelet szempontjából minden. A mi szempontunkból nem minden, de nincs más megoldás. Tehát most a fog menni a negyedéve legyen az első negyedéves is. Tehát a végig az adminisztrációt mi csináljuk már a hivatalos? Hát fél évig, igen. Nem sem. És reménykedünk benne, hogy minél több bejön, mert egyébként, hogy nem, hát egyértelműen az volt, hogy beigazolódott, hogy nem voltak fölkészülve erre. Tehát nem voltak fölkészülve erre a váltásra, és sajnos a rendeletünk, illetve az a szerződés, ami kötetett velük, az nem mondta ki egyértelműen, hogy 2014. január 1-től, vagy adott szintú 2015. január 1-től kötelező átállni a lakossági gyűjtésre, hanem csak esetőséget adott, és pont erre mondta az ügyvéd úr, hogy erre nem hivatkozhatunk, mert így lett megfogalmazva az akkori szerződés az FKF-fel. Igen, Dénes? Csak zárójelben jegyezném meg, hogy a mi áttállásunk erre az új rendszerre, ezek szerint teljesen megalapozatlan volt. Igen, milyen szempontból. Én személy szerint nagyon szégyellem magam. Hát most erre mit tudunk mondani? Mindenféle biztatást megkaptunk most. Tehát most érted, hogy ha ők kinyilatkoztatták azt, hogy át akarnak állni. És ezt ezerszer leírtuk, és ennek hangfelvénynek minden bizonyítás van. És valaki eltáncol ettől a meg, és mit tudok én csinálni? Két dolog van, az egyik ez valóban, a másik viszont az, hogy mi is egy kicsit gondosabban utána nézhetünk volna annak, hogy át kell leállnunk egy olyan rendszerre, ami nekünk se jó, meg nekünk se. Hát nekünk jó. Mert jóval kevesebbet fogunk részletet. Ez a szerződés, ami megszületett, akár a közbeszerzés, egy közmobil szerződés, ez egy nagyon rossz szerződés volt annak idején. Bocsánat, ez két probléma, hogy mi az adóban nem szedtük be a teljes személytét. Ja, mert először úgy volt, hogy beraktuk a személydíjat, és amikor emelték a személydíjat, mi az adót nem emeltük hozzá. Tehát ez egy rendezendő, így is úgy is rendezendő. Szóval itt teljesen igazad van, én is így értem. Tehát ennek utána lett részve több helyen, hiszen még az is meg lehet nézni, hogy országban hol fordult ilyen elő, és mindenütt simán át tudtak állni. Erre a törvényre hivatkozva. Most, hogy a magyar jogszabályok olyan, hogy a jó Isten szólhatta ki abból, tehát ha valaki elolvasta volna, akkor is
És nem egyértelmű, tehát nem egyértelmű a dolog. Nem egyértelmű a dolog. Én csak azt mondom, hogy nem néztünk elég alaposan. Lehet mondani, hogy neked igazad van, de hogyha három hónapig ők is arról volt szó, hogy általában semmiféle kifogást nem találtak, elálltak tőle. Most akkor tegyük fel, hogy nem néztünk eléggé utána, mondjuk. De akkor sem képzelhető el egy normális jogállamban az, hogy te valakivel megegyeztél, azt elmondja neked, és három hónapban azt mondja, hogy nem. Mégsem. El vagyunk keserülve, hogy ennek ellenére az ügyvéd azt mondja, hogy okosabban tesszük, hogyha nem utána. Nem, mert ami abban a szerződésben le van írva, nem hivatkozhatunk. Nem biztos, hogy nincs hivatkozunk. Lehet, hogy megkérdünk. Azt jelenti, hogy nem értelmes vállalni a fogsz. Így van, jól mondod. No, ezzel kapcsolatosan, ha nincsen semmi, akkor szeretném megkérdezni, hogy elfogadjátok a tájékoztatást. Aki igen, köszönöm szépen. Következő. Annyit az előzőhöz hozzátettünk, hogyha a meghiúsult közbeszerzést, azt jó lenne, hogy a levelnünk rajtuk, mert végül is miatt a kihiúsult meg a közbeszerzést. Én egyébként reménykedem abban, hogy valamelyik állásfoglalás egy kicsit segít nekünk, és akkor meglátjuk, hogy... Na, következő 12-es napirendi pont, a nemzetgazdasági miniszter pályázatot írt ki a központi költségvetésből, óvodai kapacitás bővítés célzó beruházások támogatására, amelyre vonatkozó felhívás meg előterjesztést, azt ezek szerint nem látták a napirendre, mert valami baj történt a szétküldéssel. Ezzel kapcsolatosan ez egy olyan pályázat, amire most tulajdonképpen csak be kell jelentkeznünk. Be kell jelentkeznünk abban az esetben, hogyha erre pozitív választ kapunk, akkor egy kinek nagy valószínűséggel egy 95%-os intenzitású pályázatban vehetünk részt, és szeptember 1-ig vagy 30-áig, most pontosan nem tudom, 30-áig, szeptember? Meddig kell azt? Szeptember 30-áig kell megcsinálnunk a terveket, tehát akkora kell előkészíteni mindent, hogy ez működjön. Az mi a Kleinvillát választottuk ki erre a lehetőségre. Múlt héten, most jött meg a pályázati kiírás. Február 28-án írták ki, március 23-ai beadási adási. Ez az egyedikén. Bocsánat, az, hogy a Kleinvillát választjuk megoldásra, az kell március 23-áig eldönteni. Igen. Fotók kellenek rá, értékbecslés, mint alapvető. Hogy abból lesz ez a gondolat. Igen. Hát, de súlyos. Miért a portjuk úgy? Hát, mert nincs más. Arról beszéltünk, hogy mire fogjuk ezt használni. Ha óvoda lesz kialkatva benne, ha tegyük fel, hogy az óvodások kimennek, és már nem lesz erre szükség, akkor akár iskolának, hogy olyan funkcióra is tudjuk használni, amiről korábban beszéltünk, hogy cserkészeknek valamit. De legalább nem tudjuk. Fondász kettő, hát egy fondász van a fondban. Már bocsánat. És az egy gyárgond, de nem egy közös. Nem az iskolóban vagy szépen, a teremben. Hát de csak arra nem jött a kipályázat. Ugye gondolom, hogy ezen most már kell vitatkozni, hogyha a három nap múlva be kell adni, úgyhogy akkor adjuk a... Jó, viszont. Hát nem tudtuk mit csinálni, de most tulajdonképpen, ha végül van, az óvodát nem lehet bővíteni, mert nincsen fönn semmi célja. Csak Kleinvillát eladtuk volna, és veszünk egy másik inkább. Hát most ez is egy megoldás lehet volna, de a Kleinvillának a területen nincs rendezve, nem beszél, hogy ezt most írták ki. Tehát most. És nem biztos, hogy el akarjuk adni. A Kemping utcai önkormányzati terv az teljesen alkalmazott. Ez teljesen a megváltozatban ilyen átvízés terület. Hát az biztos, hogy az sem fog. Még lakóházat sem adhatnak ki. Lakóházat sem lehetnék. Fent az engedés, ott az óvodá, és a óvodások várják. Jó, de csak még az. Nem ott van, nem
akkor is szóval hitelet lesz. Akkor folytatva a dolgot, tulajdonképpen ebből a rendszerből az jött ki, amit mi nagyon meglepődtünk, hogy 69 helyet a demográfiai adatok alapján hány falunak ennyi hiánya van. Tulajdonképpen 3 tovább lehet felvezni, egy 1,5 millió forintot elvileg a pályázat egyetlen gyerekre, tehát 103 millió és 5%-os falu a rész. Tehát elég jó, mert az adóbevétel, de nagyon kicsi a falunak a üzési adóból, a szegény falu az így elvileg a része. Ebből a szempontból így előnyös, hogy nincs túl sok bevétel, mert így kisebb az önrész. 10%-ot adnak berendezésre, a Szába Panit megkértük, hogy profi volt, és abszolút félszabból megértettük érmet, úgyhogy már kész is van, ami ehhez szükséges azon a szinten a költségvetés és az ára. Egyébként most ugye nem, semmi sem mondom, mert nem leszek pessimista, mert 2,5 milliárd országosan, most gyors osztást végezzetek el, hogy hány oldali férőhelyet jelented országosan, és hogy hol van hány falut, és akkor gondolkodjunk el rajta. De reménykedjünk, hogy szerencsénk lesz egyszer. Tehát, és nem lesz ez rossz, hogyha ez az épület rendben van hozva, és itt lesz ez az óvoda, ez nem fog lontani a faluképet, és én nem gondolnám, hogy ezt a bárkinek felmerült az egy vagyunk el, hogy most eladjuk ezt a legjobb. Nem, hogy csak hirtelen szólod az olyan, hát most, bocs, az amelyik is egyetőben volt. Bocs, hát most. Ja, és mellesleg a Szába Palin kérdeztem, hogy mivel tartozunk, azt mondta, hogy együtt sírunk, együtt nevelünk. Tehát ugye csak igazán az ilyen. Hát akkor az nagyon nagy mennyiségben. Köszönöm. Ahhoz képest, hogy egy ügyzét vagyunk 25 ezeret akar kérni óra díjnak. Jó, de ez a suliből kérdés, hogy ő csinálja. Igen, igen. Az nyilvánvaló, hogyha ha gyerünk a pályázaton, akkor a Szába Palin borzasztó egyszerű. Így is nagyon örültünk egyébként, hogy a Palit előtt kapja, hogy ezt össze tudja nekünk itt idő előtt kapni, hiszen ezt be kell adnunk ezt a pályázatot. Tehát az lenne a kérdés, hogy egyrészt a kép, hogy na, megismerte a bizottság ezt az előterjesztést, egyrészt, másrészt pedig erről kellene szavazni, másrészt pedig arról, hogy felhatalmazzuk-e a polgármester urat, hogy az erre vonatkozó pályázatot benyújtsa. Az nem, aki ezzel egyetért, az emeljék fel a kezét. Igen? Tartózkodás? Egy tartózkodás már. Jó, no, és akkor az utolsó napi, nem. Van egy belterületi ingatlan, bocsánat, csak lenne egy rosszemet ügyrendi észrevételnek lehet nevezni, hogyha kimegy egy tájékoztatás, és ki is jött, tehát nem ez volt a hiányzó, amit nem kaptunk meg, ebből megkaptuk a anyagot. Viszont az, hogy Kleinvilla, az a kifejezés nem volt benne. Ugye, hogyha egy 3 nappal ezelőtt tudom, akkor lehet, hogy tudok valamikre, hogy elnézést. Az egész dolognak ez a lényeg, ez a legfontosabb. És ez kimaradt. És hát annyi, hogy megszavazza az ember, mert kell az oda, de mindenki is érzi, azt hiszem, hogy a világban odácsák, mert soha nem fog visszakerülni. Az egy más funkció. Ez szóba elhangzott. Jó, igazatok van, tanulban. Mindegy, mindenki is válaszik. Annyi, hogy csak a boltról azt mondták, amennyire a testet már erről tudott csak. De többé. Hogy mondjam? Igazad van, az a véleményem, hogy a önkormányzatnak kellene rendelkezni elképzelésekkel, hogy mit kezd az ingatlanjaival.
És az, hogy a kulturális bizottságban valami tetszik vagy nem tetszik, de elnézést kell, kicsit durván fog hangzani, engem nem túlságosan érdekel. Engem az érdekel, hogy vannak-e ilyen elképzelések, vagy nincsen. Most rögtön elnézést is kérek, mert azért tudom, hogy rengeteg dolog van, meg én se csinálnám jobban, meg minden most ez a apropó volt, hogy kicsit elveszítettem a fejem, de tudom jó, hogy ez egy nagyon jó lesz. És megígértem, hogy jó lesz. Szóval tényleg kicsit túl reagáltam. Mindentől függetlenül teljesen igazad van. Nyilván nem volt szándékos, tehát azt szeretném, hogyha nem feltételeznétek, hogy direkt nem volt. De világos, elnézést kértem. Köszönöm szépen az észrevételt. És akkor a Szőlő utca, ezt nem kaptátok meg, vagy ezt megkaptátok? Ajándékozás. Arról van szó, hogy egy úriember felajánlott nekünk egy értékbecsülésre kaptátok. Egy Szőlő utcában egy kis ingatlan, amit 5 millió forinttal értékeltek, amelyek a fele tulajdonos a magyar állam. Ugye ő nem fizetett nekünk adót, és felajánlott a másik felét ajándékozásként nekünk. És az a feladat, hogy ezt elfogadjuk. És akkor megpróbáljuk majd megszerezni a másik felét az államtól. Egy mondat, hogy már lehet, hogy kívánát tiltott fel az adócsoport, amivel elmélt az úriember, nagyon minimális az, ami pár tízezer forint, amennyi felmaradt belőle. Ő egyszerűen azt mondja, hogy mivel már a másikkal az ingatlanak a magyar állami, ez egy nagyon szerencsétlen végrendeletű történet, tehát ott a végrendeletezésre voltak gondok, és az édesanyja, a nevelő édesanyja, nem volt hivat vér szerint örököse, és rögtön rátett egy pillanatot az anyai, hát a nevelő anyai rész után a kezét. Részletesen ki tudom fejteni, az elég, hogy szerencsétlenül módon történt az örökhagyás, és őnek nincs is már szüksége, messze is van, nem szeretne kiállni, tehát igazából csak nyer az önkormányzat, az úgy gondolom ezt az ingatlannak, és ha pedig már fel a miénk, a másik felét, az államról ezt tudnánk szerezni, vagy legalábbis valami és az állam elhall, ahogy azt lehet, ha időben értünk, akkor így értünk. Jó, tehát tulajdonképpen ezt díjmet, és jó, hát természetesen ugye a elejegyzési költségek, ilyesmi, amiket szerel meg a biztos, hogy lesz illetési tárg. Azt hiszem, hogy ez kár lenne visszautasítani. Ja, és akkor meg lett kérve, hogy mert ugyanis az állam tavaly január 1-e óta nem reagált a fölajánlásra. Tehát ők nem válaszoltak arra, hogy nekik igényt tartanak. Illetve igen, arra, hogy igényt tartanak, de hogy ezt ők tovább, tehát hogy szeretnék megszerezni, erre tavaly január 14-e óta, ahogy olvastam, nem sikerült még válaszolnia te, és akkor meg lett kérve, hogy próbálj meg visszavonni ezt a... Mert akkor meghaphatjuk az egész tervet. Hát a felét igen, de ugye a másik felét. Tehát azt meg azt pedig ilyen módon szeretnék megfelelni. Hogy van benne van a... Hány négyzetméter? Emőkön állatok van. 550. Szőlő utcából, a Szőlő utcából, tehát ha ismeritek, ha egy olyan utcából nyílik a Szőlő utca, amikor elkezd meredek lenni, annak gyakorlatilag a közepén, mikor menjünk fölfelé jobb oldalon, ez egy nyeres telek, ben van át. Mi van hány is lakhatóvá teheni? Tehát egy faház van rajta. Érdekel. Tehát, az lenne a kérdés, hogy mi a kérdés? Hát, hogy elfogadjuk. Elfogadjuk. Szeretnék, hogy ez a... Igen. Hát de olyan szóval. Szeretnék szépen egy hangot. Zsitai Andrásnak köszönjük. Szeretnék. Egy kérdés. A 4-es napi rendi pont a non-stop. Debrei úr
nem fizette a véletlenül, hogy egyébként is gondolom problémái vannak, mindegy a tagnak például már tartozik, és tulajdonképpen fel lett neki mondva a véletlenül szerződés. Most nála felhalmozott némi tartozást a főszegi után emlékeztek rá, maga a feleségükkel, ugye kölcsönzött neki, meg mit tanít, hát magyarul ő szeretné ezt megszeretni, de véleményem szerint csak annyit kérek, hogy ezt írjuk ki pályázatnak. Tehát, hogy a bizottság javasolja, utána szabaddá vált ez a vélemény, hogy nyilvánosan hirdessük meg a véleménynek a nyilvánosságot. Nem akarok elközeledni, és van rá más jelentkező is. Aki a legtöbbet adja, nyilvánosan a szabadít. Ha is Köszönöm szépen. Van-e még valami? Mikor lesz vége? Most. András mondta, elmondom gyorsan, hogy léptünk a Szentimer herceg útján a Rauscher tulajdonosa, nagyon fájlalja és igaza van, hogy a járvány mások is, és azt tervezzük, hogy egy nem az egész járt a szélességét, de körülbelül két és fél kockatától mondjuk, hogy egy méter szélességet sárga csíkot fölhúzunk. A Kresszbe az egy irányú utcába a jobb oldalon kell parkolni, és a bal oldalon is lehet parkolni, de 5 méternek kell lenni a parkoló autó és a járda szemét között. Az utca semmilyen formában nem felelhető. Mi nem tudunk oda, az teljesen szabálytalan, hogy oda festett valami, mert nem lehet, nincs nem lehet, csak jobb oldalon, bal oldalon megoldás, mit csinálni? Elvitessük az autót. És a sárga csíkot festes, akkor a nem szére kosztorzolt jutott az autó. Yeah.